Sziasztok, Vitya vagyok, és üdvözlök titeket a Papers, Please-ben. Igen, ez is egy új széria lesz, vagy hát ha szeretnétek, akkor széria lesz, mint ahogy azt minden új széria elején elmondom. A játék arról szól, hogy egy... addig elkezdem a történetet, hogy egy... újat kezdünk természetesen. Hogy egy... mi az? Határőrök vagyunk, és az útlevelek és minden alapján át kell engednünk, vagy éppen ki kell utasítanunk embereket. Szóval gratulálunk! Az októberi munkasorsolásnak vége, az ön nevét húzták ki. Azaz, megyünk ide. Az azonnali elhelyezkedés... igen, véget jelentsen a Grenceli Bevándorlási Minisztériumnál. Egy apartmant fog kapni ön és családja a Kelet-Grestinben. 8-as osztályú lakosztálya számítson, oké, rendben van, ezt mind tudom. Dicsőség Arstotkának. Ja igen, Arstotka egy kitalált város, vagy megye, vagy nem tudom. És szóval a Greszti határkelő végre megnyílt. Hosszú év után. Igen, ez egy ilyen... fú, nem is tudom, azt hiszem, a szovjet birodalomnak egy ilyen... hogyan mondjam, kópia, talán nem kópia, hanem egy ilyen... karikatúrája, vagy valami hasonló. Szóval az lényeg, hogy itt van a... tudod, mit kell csinálnunk. Üdvözöljük az új munkahelyén, a Greszti határok átkelőnél. Pecsételje le a beutazási vízumokat, majd adja vissza a dokumentumokat a belépőknek. Kizárólag arstockai lakosoknak van engedélye belépni. Tehát aki nem arstockai, az nem léphet be. Tehát akinél... ezeket látjuk, ezt itt, remélem látjátok egyébként az egeret és nem vaktálunk tokatok. Aki ezt a címert látjuk, az bejöhet és le van írva az útlevélre, hogy Arstocka. Úgyhogy... fasza. Jöhet a következő. Igen. Nézzük, te ki vagy. Kérem az iratait. Ó, arstockai vagy. Férfi vagy. Igen, jaj, később lehet majd vizsgálni, hogy... van-e valami különbség vagy eltérés. Ó, hogy baszki. Baszki. Oké, okay, most jó, elnézést, az előbb elkúrtam a játékot. Hát akkor ezt faszán elfogadjuk. Beef! Tessék uram! Igazából az első nap még ennyi. De még ne pánikoljatok srácok, mert ez még kurva nehéz lesz. Tehát mondja, hogy a... már ugye a negyedik, ötödik napon már több mindenre kell figyelni. Sőt, már a következő nap is másra kell figyelni. Hát ez kisebb, mint gondoltad, igen, de sajnos nem szabad, hogy elfogadjalak, mert nem vagy... arctockai! Bizony. Tessék. Csak arstockaiak. Ilyen arstocka! Jöhet a következő. Ugye és ezért pénzt kapunk, és egyébként a családunkat kell eltartanunk, tehát... itt nem babra megy a játék. Kérem az iratait. Legalább 8 órán át áldogáltam ebben a nyomvat sorban, remélem megérte. Én attól tartok, hogy nem. Csákó! Csak arstockaiak. Hihetetlen, menjen a pokolba! Ha. Már ott vagyok! A rohadék! Milyen munka lehet ez már? Én nem nézem le őket egyébként, de... hát nem tudom, nem az én melóm lenne. Ez senki, ma senkit nem fog beengedni amúgy? Pif! Hát nem teljesen rányomtam bele a karikába, vagy a... négyzet, nem négyzet, hanem téglalap. Bizony. De nem baj, nem baj. Igen, ki a következő? Jaj, de helyes úri ember vagy. Hiba volt megnyitni ezt a határát kell. Boly, ezért most tök kötelező volt bejönni egyébként, hogy ezt közöld velem. Igen. Szávasz! Nézd úgy! Hát te se arstockai vagy, ezt remélem tudod? A pif! Tessék! Következő. Remélem sok pénzt kapunk majd ezért. Nagyon jó lenne. Szávasz, kék bácsi! Törpike vagy? Baszki, eddig egy darab arstockai jött. Nem több, nem kevesebb. Pif! Szávasz! Valaki arstockai már jöhetne, most szívesen átengednék már két embert. Ja igen, kettő hibázási lehetőségünk van, az illetve nem. De, azt hiszem, úgy emlékszem kettő van. Kolécsiái, vagy nem arstockai, úgyhogy... pif! Itt van. Szóval kettő hibázási lehetőségünk van. Úgy emlékszem... kettőt hibázhatunk pont levonás nélkül. Vagy csak egyet, és a másodikért már levonnak, fogalmam sincs. Te is kolécsiai vagy, nem engedhetlek be titeket. Emlékszem, amikor először játszottam ezzel a játékkal, akkor rengeteg arstockai jött. Most nem. Kövi. Mindjárt vége egyébként a napnak, itt láthatjátok az órát a bal alsó sarokban. Na, mondd, hogy arstockai vagy. Köszönöm szépen, barátom, végre valakit beengedhetek. Éljen arstocka, tessék. Lehet menni. Dicsőség arstockának. Arstockának. Kérem, jönnek vissza reggel 6-kor. Na, ez volt az első nap, most megnézzük az adott napnak az összegzését. Megtakarítások 30, fizetés 50, mert 10 embert ellenőriztünk, és ott akkor minden emberért 5-öt kapunk. Lakbér, étel, fűtés, és így maradt 30-unk. A lakbértől kötelező,
fizetni az ételt és a fűtést, nem. És azt is tudom, hogy elég két naponta ételt és fűtést adni, ez tudod, elég gonosznak hangzik, de egyelőre spóroljunk. Spóroljunk, ezt következő nap úgyis kapnak kaját, ez ilyen. Sikeres a Gresti határát kerül, hát persze két embert átengedtem, ez az, nagyon, nagyon nagy siker volt. Na most már úgy emlékszem, hogy több mindenre kell figyelni. Ó, én úgy emlékszem. Mától kezdve érvényes az érvényes útlevélre rendelkező külföldiek is beléphetnek. Új vizsgálati eszközzel, alaposan nézze át minden útlevélet az eltérések miatt. Ja igen, minden adat olvasson el. Vizsgálatmód a vizsgálatmód, az asztalon lévő vörös gombot kell megnyomni, ezt itt. Ekkor két információt kell kijelölni, tehát ezt a kijelölünk azt, hogy igazából kijelöljük azt a két dolgot, amit össze akarunk hasonlítani. Igen, ezt tudom. Igen. Parádé. Na akkor szépen nyissunk ki. Tudok mindent, remélem. Hello! Na nem is arctockai vagy. Igazából így kijelöljük és megnézzük, hogy ugyanaz az arce. Egyező adat. Egy más, mivel egyelőre még ID, vagy mi az ID sincs. Személyigazolvány, köszönöm, azt kerestem. Ne keverjél bajt, légy szíves. Következő. Jó, nagyon fasza. Mert mégis csak az arcokat kell megvizsgálni, hogy ugyanaz-e. Mást még egyelőre nem tudunk. Nézzük, a bácsi ugyanaz-e. Vajon ugyanaz vagy? Egyező adat. Köszönöm szépen, akkor a bácsit beengedjük. Dír. Mondom, vidd az iPad-edet, miről beszélek, szóval az útleveledet. Néha nehezen jutnak eszembe. Évétel lejárat. Ja, hülye vagyok, tényleg a dátumot is meg kell nézni. Oké, ez az első bírság. Jó, ezt most ide letesszük. Jó, legközelebb figyelni fogok. Szóval akkor össze kell hasonlítani a lejárati dátumot. Ezzel a dátummal, egyező adat, valamint az arcát, így. És szerintem más nem lehet. Gyönyörű, hát akkor te bejöhetsz. Na, akkor legközelebb erre is fogok figyelni. A pif. Tessék. És... Ja, ez így most jó. Szóval ezért most nem kapunk semmi büntetést, siessen. Hamarosan jön a buszom, ráérünk mi arra még. Igen, egyező adat, rendben van. Akkor magát beengedjük. Igen, beengedjük, tessék. Kérem, menjen tovább, köszönöm. Végre, hallod? Emberekkel dolgozni. Legrosszabb dolog a világon. Viccelek egyébként. Na, helye húja. Én magában nem vagyok biztos teljesen, hogy maga férfi. Micsoda? Jó, de az arc biztosan nem ugyanaz. Kihallgatás nem nagyon hasonlít, elég régi kép. Hát, sajnálom, de... Bíf! Szevasz. Csövi ember. Minél több emberen át kell jutnunk, mert több pénzt kapunk, és a pénz az nagyon, az később nagyon-nagyon szükséges lesz. Igen, nő... Hoppá, unottnak tűnsz, ha jót akar szorakozni, gyere hozzánk. Édes vétek. Biztos cukrot árulnak, szeretem a cukrot. Igen, szóval megvizsgálom, hogy ez jó, mert így az arcra ránézésre jónak tűnik, azért megnézzük. Egyező adat, rendben. Meg nő is vagy, gondolom, ha már egy cukorkaboltba adtál meghívót. Hát remélem tényleg nő vagy. Pif! Tessék. Pár hónapig a környéke leszek, ne felejtsél benézni. Megyünk mi majd azért a cukorkáért. Nem, ne tessék fosni. Igen? Jaj. Hát te ki vagy? Férfi. Bostonból, bocsánat. Egyező adat. Mi a csöcs? Valaki mászik át? Ne! Valamit vágjatok már hozzá, addig mi? Pif, le kell lőni? Lőd le azonnal, gyerünk! Pif! Végezd ki! Új. Hát de hülye, miért nem lőtted le? Úristen! Ha meghalt a határőrünk, vagy a tekes barátunk meghalt. Fasz a fázik, éhes fázik, igen, most kell mindent csinálni. Öt emberen bírtunk csak átmenni. Jaj, ne szórakozzunk már. Csak 30 tallérom marad. Na srácok, akkor úgy érzem ízelítőnek egyelőre ennyi elég, ne aggódjatok, ez lesz még nehezebb is. Sokkal nehezebb lesz majd, de tényleg. Egyébként az előbb ez a felrobbantás, ez teljesen sztoriszerű volt, mi a sztorit játsszuk, ez benne van a sztoriban. Igen, az elejét már láttam, meg Jacksepticeye-nál is láttam, hogy ő végigjátszotta, tehát igazából tudom, hogy mi történik. De remélem nem az ő endingét kapom, mert még a végén megkapom, hogy Jacksepticeye copy vagy.
Köszönöm szépen. De remélem tetszett a videó, ha igen, hagyjatok egy lájkot a videó alatt, valamint egy kommentet. Ha esetleg még nem iratkoztatok volna fel, akkor most megtehetitek. És ahogy mindig, találkozunk a következőben. Sziasztok!